Szépen tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Hát egy kicsit időutazás részesének érezhetjük magunkat, hiszen ezeket a gondolatokat képviselő úr előző év végén is több alkalommal elmondta. Mondja, és hiába próbáljuk szembesíteni a valósággal, ez nem igazán hat a véleményére. Természetesen mindenkinek szíve joga, hogy milyen begyakorolt mondókát mond el. Önök egyfolytában a munkatörvénykönyv módosításának borzalmas ártalmairól szólnak, és hát ennek a lényegi tartalmával egyszerűen nincs szándékukban megismerkedni. Már-már feladni látom azt, hogy szembesítsem önöket ezzel, de azért mégsem tehetem, és hogyha belegondolnak abba, amit az előbb is említettem, hogy Magyarországon hogyan és miképpen alakulnak a foglalkoztatási mutatószámok szemben az önök kormányzásának idejével, hogyan alakulnak a bérek szemben az önök kormányzásának idejével, mennyi munkahely teremtődik, milyen a munkanélküliségi ráta. Hát én azt gondolom, hogy ezekkel nincs mit vitatkozni. Önök mégis megpróbálják valószínűleg kampánycélból felhasználni ezt a fontos területet. Én nagyon sajnálom. A munkaerőpiacon a gazdaság teljesítménye egyre jobb, egyre többen dolgoznak. Természetesen mindig van további tennivaló. Tesszük is, akár a foglalkoztatási osztályok átalakításával, aminek célja, hogy a munkavállalókat és a munkaadókat még közelebb hozzuk egymáshoz, annak érdekében, hogy a gazdaság teljesítménye javuljon. Ez a konkrét válasz. Köszönöm szépen. Megköszönöm.